Nemrég az egyik szobából egy eléggé erőteljes turbina hangra lettem figyelmes, amit furcsa módon páromgép adott ki, ami amúgy eddig relatíve mindig csendes volt. Na most úgy tűnik, hogy a Total War Warhammer olyan szinten képes volt kipörgetni az RTX 3070-220 is változatát, hogy az 80 fok fölé ugrott úgy, hogy közben a ventilátor meg 97%-on pörög. És hiába a friss pasztázás, nem az volt a probléma. Amennyiben ez a játék fut, bizony a kártyát csak úgy tudtam elcsitítani ideiglenesen, hogy underclock és undervoltoltam. De még így sem volt az igazi. És ha már az embernek van egy jó kártyája, nem áll, hogy ne tudja kihasználni. Nincs igazam? Ideje megoldani ezt a problémát. Na, itt lenne ugye a kis gépházunk belülről, amúgy egy igazán csinos és ahhoz képest, hogy MATX egész tágas számítógépház, még egy AIO vízhűtés is bele tudtam ugye a tetejére rakni, de ugye, mint minden MATX gépháznak, ugye megvan az a hátránya, hogy bizony, itt ahogy látjátok is, a videókártyánál, hát kettő ujjam már nem éppen fér be, és éppen emiatt itt nem nagyon tud rendesen szellőzni. Ez a két ventilátoros RTX 3070 nem nagyon tudja így lehűteni magát, és amit láttatok ugye 80 fok feletti értékeket, az meg mondjuk úgy, hogy 97%-os ventilátor kihasználtság mellett nem éppen egy szép nevezhető érték, szóval ugye a mai videóból bármennyire is szeretem ezt a kis gépházat, a mostani setup, vagyis párom setupja ki fog belőle kerülni. Ugye átszerelésen kívül egy kicsit bővülni, vagyis változni is fog a számítógép, alapvetően most 4x8 giga RAM van benne, viszont ezt ki fogjuk cserélni, de hogy mégis mire, az XPG Spectrix D35G-re, ami 3200 MHz-es, illetve RGB-s. Ugye, hogyha az én számítógépem világít, akkor az övé miért ne világítson. A csere ugye az RGB miatt fog főként megtörténni, illetve egy kis apróság miatt, hogy ugye ezek a RAM-ok azonosak, viszont ami benne van, ott a kettő-kettő eltér egymástól, az egyik a sima Fury, a másik pedig még a régebbi HyperX verzió, ezeket majd szépen ki fogjuk venni. Illetve mivel teljesen kifogyott a tárhelyből, ugye a játékok egyre többet foglalnak, na meg a videóanyagok sem éppen pár száz megák, éppen emiatt még belekerül egy 500 gigás 2,5 incses SSD. Na, akkor kapjuk is szét az egészet, én a videókártyával fogom kezdeni, attól fogjuk megszabadítani elsőként a számítógépünket, és hogyha már van egy csavarbehajtó, nem is gondoltam el, hogy erre is lehetne használni, akkor miért ne használjuk ezt? Óha, a lustaság fájna. Videókártya kint van a helyéről. Egy igazán szép darab, ez még a bányából érkezett, azóta is működik, pont mint az enyém. Na akkor most, hogy ez megvan, hogy a videókártya ki lett szedve, igazából a RAM-okat szerintem majd, amikor a másik gépházba teszem, akkor fogom beleszerelni. Amit még ki kell vennünk, ugye az maga a tápegység, így meg is kezdem a tápegységnek a kihúzását, illetve az előlapi csatlakozókat is eltüntetem. Pont olyan, amire emlékeztem. Zseniális. Na, akkor próbáljuk kihalászni. Nagyon szuper, most, hogy ki vannak engedve a csavarok, és a tápegység elengedte magát, ki is tudjuk szépen óvatosan emelni. Szuper! Szerintem az az első, hogy megszabadítjuk a számítógépet az AIO hűtőtől. És így sokkal több helyünk lesz dolgozni.
Most, hogy mindenhez kényelmesen hozzáférek, még a maradék frontpanel kábeleket, amennyire tudom, azt eldugdosom ide alulra, nem most fogok új setupot belerakni ebbe a gépházba, szóval annyira nem kell előre gondolkodnom, hogy itt maradjanak ezek a kábelek, és akkor kezdjük is meg ugye magának az alaplapnak a kiszerelését. Amit még kihúzok belőle, az a hátsó panelen lévő ventilátor, illetve még frontpanelnél maradt egy USB 3.0, amire a továbbiakban nem lesz szükségünk, ennél a gépháznál legalábbis. Ugye a következő gépház mindjárt. Annyi, hogy szerintem a ramokat, hogyha már most ennyire kényelmesen hozzáférek, ki is pattintgatom belőle, mégiscsak kényelmesebb lesz, mint majd a gépházban szórakozni vele. És ideje beszerelni az XPG ramokat. Ugye mennyivel szellősebbnek tűnik amúgy, pedig pont ugyanannyi kábel van. Ide kibontani a plusz SSD-nket. Kapunk hozzá kis leírást, pár csavart, illetve magát az SSD-t. Ugye ez van egyszer, és kettőször van a Kingston maradék SSD, amiből kipörgetjük a csavarokat. Erre fogjuk az SSD-ket így lefele nézve ráfogatni. Csak ne nyisd fel a hátulját, és akkor nem lesz gond. Hát szemed nem fáj, fejed, ugye? Igazán bölcs mondás. És mivel jól van kialakítva a gépház, rohadt sok hely van hátul, ezért probléma nélkül rá lehet tenni a hátulját. Úgy látom, hogy ebben a gépházban talán lesz annyi hely, itt felül az AIO-nak, hogy ne ilyen trükkösen kelljen megoldani, és nem az eredetileg kitalált helyére odaerősíteni, mint az előzőnél. Reménykedem, viszont ez a remény eléggé hamar szerte szokott foszlani, mivel, hogyha ismeritek az Arctic hűtéseket, na ők bizony nem fogják vissza magukat, mentségükre szóljon, eléggé jól hűtnek, és korrekt áruk van. Egyetlen egy dolog maradt vissza, mégpedig az, hogy a 2x8 pint ugye bekössük a videókártyába, és onnantól fogva minden, de minden be van kötve, már csak el kell majd indítanunk. A kábelmenedzsment nyilván hagy némi kívánnivalót maga után, alapvetően nem ez érdekel engem, hogy hogyan néz ki, az érdekel csak és kizárólag, hogy hány fokkal lett hűvösebb ez a videókártya, miközben terhelés alatt van. Megérte váltani a nagyobb gépházra. Még ott megfigyelhetjük az új ramok működését, most éppen ide-oda villognak, villódzanak, RGB. Egy kicsit furcsa, hogy nincsenek szinkronban alapból, de hát nyilvánvalóan valamilyen szoftverrel ezen majd fogunk tudni változtatni, ha más nem, a BIOS-ban biztos. Illetve mielőtt még elfelejteném, majd be kell állítani ezeken a ramokon is az XMP profilt. A számítógép az alábbi fő alkatrészekből áll, Asus Prime B550M-A, Ryzen 5 5600, 6 Mach 12 szál, 2x16 gigányi DDR4-es 3200 MHz-en pörgő RGB, Adata XPG Spec 10G35, CL16-os válaszidővel, természetesen dual channelben, illetve XMP Profile 1 beállítással. A tápegység egy Silence 550 watt bronz, a gépház egy Irid 505 ARGBV2 gépház, SSD-ből 3 darab van most már benne, ugye mivel bővítettük, 1 darab M2-es és 2 darab 2,5 incses,
Plusz ugye itt van még a videókártyánk, ami egy Asus RTX 3070 Dual OC. Na, újra összeállt a setup ugye itt a szerelés után, és már legalább egy negyed óra, 20 perce igazából ez a képernyő fogad minket Total War Warhammerbe. Kicsit oda teszem most megint a telefon mikrofonját a géphez, és tehát biztos vagyok benne, hogy hallható lesz, hogy sokkal, de sokkal halkabb. Természetesen ugye itt a videókártyának jóval, de jóval több helye van szellőzni. Ventilátor számban ugye ugyanannyi van, mint legutóbb, de ugye ez egy jóval nagyobb számítógépház. Na és ugye ami az érdekes ebből az egészből, hogy ugye itt van a játék, és a másik monitoron bizony itt van az MSI Afterburnerünk, ahol nincsen profil beállítva, minden alapra van állítva, illetve a Riva Tunerben sincs lekorlátozva az FPS, avagy most ugyanabban a szituációban vagyunk, mint az elején, viszont 10 fokkal, 10 teljes fokkal hűvösebb a kártya, és eközben valamennyivel halkabb is, hiszen 97% helyett csupán 84%-on pörögnek a ventilátorok. És mivel 75 fok feletti érték lenne az a pont a videókártya esetében, ahol elkezd folytani, éppen emiatt ez a beton biztos 74 marha jó, mivel így nem vesztünk teljesítményt. Fuck yeah! Probléma megoldva. Na akkor, ideje megválaszolni a kérdést azzal kapcsolatban, hogy a nagyobb gépház tényleg több FPS? Nos, ez a kérdés nem feltétlenül helyes, de a címnek elmegy kategória. A valódi kérdés az, hogy egy hűvösebb rendszer esetén több az FPS? A válasz erre a kérdésre természetesen igen, hiszen mint ahogy a processzor, úgy a videókártya esetében is rendkívül nagy szerepet játszik az adott hardware hőmérséklete a játékok folyamatosságának szempontjából. Egy felforrósodott processzor vagy videókártya bizony nem lesz képes olyan teljesítményt leadni, mint egy megfelelően hűtött változat, hiszen a védelmi mechanizmusából adódóan nem csak kénytelenek felpörgetni a ventilátorokat, de amennyiben az kevésnek bizonyul, akkor bizony az óra jeleikből is vissza kell venniük. Ezt hívják throttlingnak, magyarul folytásnak. Szóval, ha akad a játék, vagy mások több FPS-t érnek el ugyanolyan hardware-en, mint te, akkor érdemes megnézni a hőmérsékleteket játék közben, mert bizony ez az egyik legáltalánosabb probléma az optimalizálatlan szeméttel telepakolt rendszerek mellett. Így a végére azt tudnám mondani, hogy az esetek nagy részében egy jól felszerelt és megfelelő airflow-val rendelkező MATX gépház is tökéletesen és csöndesen teszi a dolgát, hiszen sem a processzor, sem a videókártya nem szokott végletekbe menően 100%-on pörögni, de vannak olyan játékok, például a Total War Warhammer, ami a mostani piacra dobott optimalizálatlan AAA-nek nevezett szarkupacokhoz képest is jóval inkább leterheli a rendszer hardvereit, legalábbis max grafikán tuti. Bár imádom az MATX házakat, mert egyszerűen annyira kompaktak, tök jó rájuk nézni, de a számítógép halk működését annál is jobban kedvelem. Szóval erősebb vasak esetében javasolnám a szellősebb, tágasabb házak használatát, vagy egy hatásosabb hűtéssel rendelkező videókártya beszerelését. Itt azért a Dual Fan is nagy szerepet játszott a melegedésben. Arra még azért felhívom a figyelmet, attól még, hogy nagyobb egy gépház, nem feltétlenül szellőzik jobban. Üveg előlapos gépházak messziről történő kerülését javasolnám első körben. Kivételek ez alól azok a darabok, amik speciálisabb, de jól működő airflow dizájnt kaptak. Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett és hasznos volt, ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Devon voltam. Sziasztok!